1966. augusztus 12-e. Akarja tudni. Maga Robert Beck? Persze. Igen, én vagyok. 1994. szeptember 13-án... Mi ez az egész? Önt halálra ítélték 8 nő meggyilkolásáért. Azért jöttem, hogy végrehajtsam a bíróság ítéletét. Egy szót sem értek. Elég, ha én értem. Hé, hey, várjon egy kicsit! Nem az önkészülékében van. Ne próbálja beállítani a képet. Folyamatosan ellenőrizzük az adást. Mi uraljuk mind horizontálisan, mind vertikálisan. Eláraszthatjuk önt 1000 csatornával, vagy kinagyíthatunk egyetlen képet kristálytisztává. És ez még semmi. Hozzáidomíthatjuk a látását bármihez, amit csak a képzeletünk felfoghat. Irányítani fogunk mindent, amit csak lát és hall. Hamarosan átéli a borzongó ámulatot a rejtély láttán, ami a lélek legbelső mélyétől a legvégső határig terjed. Végtelen határok. Öltés az időben. Mindannyian küzdünk, hogy meghatározzuk helyünket a világban. Megpróbálunk valamiféle egyensúlyt teremteni életünkben. Egyik lábunkkal a múltban, a másikkal a bizonytalan jövőben. Ó, a gazett már megint, na ne! Nézze, minden, amit mondani tudok Horowitzról vagy Ellisonról, már elmondtam a tárgyaláson. Torkig vagyok már, hány nyelven mondjam, hogy nem! Körözni kezdtek a keselyük? Igen. Mocskos részleteket szeretnének hallani Ellisonról. Hogy mit tett vele a szörnyetek. Nagyon örülnék, ha már vége lenne ennek. Akkor közd le magad valami mással. Egy újabb kép a galériába. Ki ez? Robert Becknek hívják, úgy 30 évvel ezelőtt ölték meg. Ugyanaz a módszer, ugyanaz a kaliber. Ez hányadik is, Jamie? A 17. Ugyanazzal a fegyverrel ölték meg őket. Lehet, hogy 50-en vannak, vagy 100-an. Á, ne lovald bele magad. Csak 6 hónapja kaptuk meg az első ballisztikai jelentést. Ezek mind régi ügyek. Szinte az egész országot lefedik. Na lássuk, mit tudunk. Ugyanaz a fegyver, ugyanaz a gyilkos, és évente egy 56 óta. Mr. 9 mm, ki vagy te, és mit akarsz? Úgy tűnik, nem szex vagy bosszú az indíték. A profitorientáció is kizárható, politikai hátteren nincs semmi értelme, mégis egyre szaporodnak az ügyek. Mi lehet közös egy narkós triciben, egy építőmunkásban, egy ingatlan ügynökben és egy miniszterben? Ennek tényleg semmi értelme. Nem, adjuk egy ideig. Kell lennie minden valami... Minél többet vakarod, annál később gyógyul be. Igen, lehet. Tudod mit, van egy ötletem.
Most van a Kurosawa filmhét a Regent moziban. Ha van kedved, megnézhetnénk a hét szamurájt. Kösz, Kori, de ma este nem jó. Sajnálom. Ah, csak nem a nagy Warren fogad audiencián. De igen. Ebben az esetben foglalok neked is egy széket, és ha megint átverne, tudod, hogy hol találsz meg. Tudod, egyszerűen nem értem. Mitől külön Warren egy, mondjuk átlagos srácnál? Fogalmam sincs, miért vagy úgy odaért. Már megint az anyámmal beszéltél, ne tagadd! Rendben, menj csak zaboltatni a csődörödet. Addig én megpróbálok néhány további aktát lekérni Washingtonba. Jó, de ne hajtsd túl magad. Rendben. Valami ég. Nekem mondod. Mit ki egy percig nélkülem? Nehéz lesz. Tudod, kimerítő nap volt a mai. Egy bombariadó. Két dílert végigkergettem a kerületen. Szegény kicsikém. Te is lestrapáltnak látszol. Gondoltam, kisimíthatnánk egymás idegeit. Valahogy így. Mint egy telefonközpont. Ezt fel kell vennem. Ez a hivatali vonal. Muszáj! Halló? Jamie, találtam valamit. Kori, mi újság? Brian, most faxol neked egy aktát. Köze van Mr. 9 mm-hez. Majd visszahívlak. Ó, csak nem szakítottam félbe valamit. Hé, hey, miért? Ez a Givens. Az új lenyomata megegyezik azzal, amit Robert Beckland pályán találtak 30 évvel ezelőtt. Miért tartott ilyen sokáig? Csak a múlt hónapban oldották fel titkosítás alól. Mit csinált az NSZ-nek? Ismered őket, hallgatnak, mint a csuka. Csak annyit tudok, hogy fél éve lépett ki. Az a fő, hogy elindulhatunk valamin. Még sohasem hallottam ezt a nevet. Volt már dolgunk vele, amikor megfenyegette egy abortusz ellenes csoport. Mindegy, miután kilépett az NSZ-ből, az egyetemre került. Holnap lesz az előadása. Ha van kedved, menj oda. Jó, várj egy percet. Hány éves? Már vártam ezt a kérdést. Amikor Robert Beckett megölték, Theresa Givens még nyalókát szopogatott egy oregoni óvodában. Ennek semmi értelme. Szerintem sincs. Ha igen, valamivel többet tudunk, mint tegnap. De ha az új lenyomat nem lehet az övé, akkor mi az ördög ez? Figyelj, nem tudom. Talán rossz új lenyomatot küldtek, vagy összekevertek néhány aktát az NSZ-ben. Kezdem feleslegesnek érezni magam. Tudod mit, Kori? Ez mind nagyon szép, de nem vagyok egyedül, úgyhogy majd reggel megbeszéljük a dolgot, rendben? Persze. Kori, szép munka volt. Igen, csak egy baj van, nem jó semmire. Remélem, hozzájárultam a szép estédhez. Minden elmélet, mely szerint az idő, mint olyan, észlelésünktől függetlenül létezik, elavult. Heisenberg másokkal együtt lerombolta a passzív univerzum modellt, amelyet az ember kívülről szemlél. Az agy ezer részének azonosítása, melyet én tempor discernisnek nevezek, döntő áttörésnek bizonyult kutatásaim során. Van kérdésük? Miss Givens, a legutóbbi tanulmányában azt írta, hogy a tempor discernis a magzat kifejlődésének utolsó stádiuma. Igen, a hetedik hónapban. Azt megelőzően a magzat időtlen állapotban él, és az úgynevezett pretemporális lebenynek kell ellátnia ezt a funkciót. Ez undorító! Csecsemőket ölnek meg, hogy ilyen frankensteini baromságokat fedezhessenek! Kérem, kérem! Biztosíthatom önöket, hogy egyetlen abortuszt sem hajtottunk végre a kutatás érdekében. Az egyetemi kórház! Francba az egyetemi kórházzal! Csecsemőgyilkosok! Itt van! Itt van! Itt van! Itt van! Itt van! Hagyjuk itt ezt az egészet! Thank you.
Dr. Givens, Jamie Pratt ügynök vagyok, FBI. Pratt? Ön az, aki elkapta a sorozatgyilkos Horowitzot. Ő ölte meg a legjobb barátját, ugye? Igen, ez így van. Mi szél hozta Pratt ügynök? Nos, szeretném, ha válaszolna néhány kérdésre. Jöjjön be. Köszönöm. Foglaljon helyet. Köszönöm. Elég csúnya jelenet volt, nem volt igaz? Volt már rosszabb is, de miben segíthetek? Szeretném, ha tisztázna valamit számunkra. Egy üggyel kapcsolatban? Egy gyilkossági ügyről van szó. Mintegy 30 év alatt 17 embert öltek meg. Ugyanaz a fegyver, ugyanaz a módszer. Két golyó a testben, egy a fejben. Elég hatékony. Miféle emberek voltak ezek? Nincs köztük egyértelmű kapcsolat. Hatot közülük letartóztattak kisebb szexuális bűncselekményre, de... Ó, tényleg létezik ilyen? És a kompjúterünk kidobott egy furcsa adatot. Az egyik áldozat Robert Beck lámpáján az ön új lenyomatát találták. Nem hallottam még ezt a nevet. Ez nem lep meg, hiszen 30 évvel ezelőtt történt. Alibire van szükségem, ugye? Akkor legjobb lesz, ha beszél az óvónőmmel, Mrs. Schatz, igen. Nincs kizárva, hogy még él. Stubingville, Oregon, igen, tudom. Ha nem bánja, azért levennénk az új lenyomatait, csak a rendkedvéért. De miért? Tudom, ez az egész nagyon abszurd, de ellenőriznünk kell. Elképzelhető, hogy egy munkatársa összecserélte a sajátjával, hogy eltüntesse a nyomokat. Esetleg tudna valami információt adni az NSZ-ben végzett munkájáról és munkatársairól? Sajnálom, titkosították. Igen, persze, elnézést. Egyébként magam sem tudom, mit keresek itt. Köszönöm, hogy időt szakított rám. Gondolom, hogy sok munkája van ezekkel a... Megsemmisítő berendezés. Patkányok számára. Kori, te sohasem mész haza? Haza? Mintha már hallottam volna. Négy betű és az otthonnal kapcsolatos, ugye? Na jó, hogy ment? Á, vakvágány. Valaki összekeverte az új lenyomatokat. Láttam már ilyet a nemzetbiztonságiaknál. Na igen, obladi obladá. Azért furcsa ez a nő. Várj csak, ezt hallgass meg. A legfrissebb híreink szerint Stein kormányzó a sorozatgyilkos Jerome Horowitz kivégzésének felfüggesztését fontolgatja. El nem tudom fogni, mi oka lehet rá. Igen, ezt nem úszhatja meg. Hé, hallottad ezt? Mit? Valahol a városban egy magányos pizza te nevedet kiabálja. Ne kéresd magad, dobjunk be egy pepperonis malonkereket. Ó, Kori, tényleg jó lenne. De csörög a másik vonal. Valószínűleg Warren az. Majd megbeszéljük holnap. Azért kösz, Kori. Szívesen. Halló? Jamie? Warren, hol vagy? Sajnálom, de lerobbant a kocsim. Lőtek a ma estének. Hol vagy? Oda megyek érted. Inkább ne, majd bepótoljuk. Hívd fel holnap, kedvem. Persze. Tényleg nem akarod, hogy oda menjen? Fölösleges. Jó kezekben vagyok. Gyere már! Hé, hey, Jamie, hallottál már egy Givens nevű fizikusról? Dr. Theresa Givens? Nem, nem mondhatnám. Ugyanis Duncan küldött valamit.
Nincs kedved lejönni a ballisztikára? Igen, ráférne egy kis lőgyakorlat. Jól van, a vesztes fizeti az ebédet. Látod ezt? Türelem. Hű, ez aztán a csoportosítás. Kire gondoltál közben? Szállj le rólam, Kori. Hé, nem az én hívám, hogy húhányokkal randizol. Ezt meg hogy értsem? Biztos jó hallani, ha azt mondják, szeretlek. De nem ciki, hogy sohasem bizonyítják be? Na igen, ki tudod mondani, hogy hólyak? Au. Ezt hol szerezted? Ha a barátom vagy, ejted a témát. Elnézést a zavarásért. Lefuttattam még egyszer, ahogy kértétek, de ugyanaz dobta ki a gép. Azt a golyót egy strici Tom Maddox testéből vették ki 5 évvel ezelőtt. A fegyvereket tisztítani kell, de a boncolási jelentésből ítélve remekül sikerült. És ez a másik? Ezt a biztonsági aktát most küldték Washingtonból. Ez a hüvely egy 9 mm-es Smith & Wessonból származik, amit egy NSA konzultás kapott 89-ben bizonyos Dr. 1989. Miért kaptuk ilyen későn a jelentést? Csak egy hónapja adották fel a titkosítás alól. A szenátus megszüntette a projekt támogatását. Vagyis ez a Dr. Givens Mr. 9 mm? Nem, ennél furcsább a helyzet. Ezért futtattam el még egyszer Duncannel. Dr. Givens pisztolyát 1988-ban gyártották. Az első 9 mm-es gyilkosság viszont 1956-ban történt. 32 évvel azelőtt, hogy a pisztolyt legyártották, sőt Dr. Givens még meg sem született. Na jó, valaki összekeverte a bizonyítékokat. Mondtam, hogy nem ilyen egyszerű. Már csak néhány perc van, éjfény. Abban a börtöncellában állok, ahol fél órával ezelőttig a sorozatgyilkos Jerome Horowitz elfogadott. Haza akarok menni! A kormányzó elutasította a kegyelmi kérvényt, úgyhogy perceken belül ki fogják végezni. Álmokfutását, amely legalább 17 ember életébe került, az FBI állította meg 2 évvel ezelőtt. Főleg ennek a nőnek köszönhetően. Jamie Pratt ügynök a felettesei tanácsa ellenére átvette a nyomozást, miután Horowitz megölte egyik közeli barátját, Alison Morris-t. Horowitz elutasította az elmegyógyintézeti kezelést, sőt maga kérte, hogy végezzék ki. Ma reggel ismét közölte ügyvédjével, idézem, meg akarok halni. Ezt a felvételt tegnap készítette riporterünk. Ez az ember kétségtelenül egy szörnyeteg, de egyszer s mint egy szomorú, beteg emberi lény. Mikor ölte meg az első áldozatát? Egy nappal a 24. születésnapom után. Igen, nagy partit akartam rendezni. Mindenkit meghívtam a cégtől, de senki nem jött el. Másnap elmentem a közeli parkba ebédelni. Ott ültem egy szendvicssel a kezemben, és azon tűnődtem, miért nem jött el senki. Az első áldozat Cindy Weatherman volt. Miért őt választotta? Ő volt a legnépszerűbb lány a cégnél. Azt mondta, el fog jönni. Mindenki füle hallatára. Azt hiszem, számára csak egy kis hülye voltam. Azt akartam, hogy rám emlékezzenek. És ne rá. És így is lett. Jerome Horowitz megölte és megcsonkította áldozatait, hogy az emberek mint elvetemült gyilkosra emlékezzenek rá. 17 áldozat, kezdve Cindy Weathermannel és a végén Alison Morris-szal. Meghaltak, hogy hizlalják egy beteg fiú egóját, aki sohasem tudott felnőni, és akinek már nem is lesz rá ideje. Ha csak nem fogyott el a méret. Fogd be! Ugyan, Jamie, csak vicceltem. Most kaptuk a hírt, hogy egy perccel éjfél után Jerome Horowitzot halottá nyilvánították. Teljesen megőrültetek, fiúk! Mi baja ennek? Wilson, ne is folytasd, ez az ő ügye! Mr. Széplélek.
Én kaptam el Horowitzot, érted? Nem ezek a bunkók. Amit tett, az merő borzalom, és én azt hittem, hogy amikor kivégzik... Nem hittem, hogy ezt fogom érezni. Még mindig hiányzik, ugye? Horowitzot kivégezték. február 16. Ön Jerome Horowitz? Ki maga? Ön Jerome Horowitz? Igen, ez a nevem. Mit akar tőlem? Cindy Weathermanre gondol, ugye? Honnan tudja? Maga mondta egy interjúban. Micsoda? Egy nappal a születésnapja után kijött a parkba ebédelni. Leült egy padra, és arra gondolt, hogy megöli Cindy Weathermant. És még aznap este, ma este meg is tette! Ez nem lehet igaz. 1996. július 17-én 17 ember brutális meggyilkolásáért halálra ítélték és kivégezték egy állami börtönben. Kivégeztek? Igen. Örült, hogy meghalhat. Úristen. Azért jöttem, hogy végrehajtsam a bíróság ítéletét. Ne! Várjon! Nem csináltam semmit. Rixvilt megvétózta az elnök. Ez a ballisztikai jelentés Givens pisztolyáról nagyon zavart, úgyhogy utána néztem a múltjának. Hát, ha találok valamit, ami kapcsolatba hozhatja ezekkel az emberekkel. Most, hogy 15 évvel ezelőtt Theresa Givenst elrabolták. Valami csöves 5 napig fogva tartotta egy pincében, megerőszakolta és fél holtra verte. Végül megszökött, de a következő fél évet kórházban töltötte. Te jó Isten! Nézzük meg, nála van-e még a pisztoly? Várj egy kicsit. Az itt az érdekes, hogy Mr. 9mm 17 áldozatából 6-ot letartóztattak szexuális bűncselekményért. Szatírok és egy szatír áldozata. Pontosan.
Jól van, az a pisztoly talán az övé. Ölt, mielőtt hozzájutott volna. Még mindig az egyetemen van? A titkára szerint bent van. Sok szerencsét. Kösz. Nincs egy unalmas percem. Hé, Alison, mit keresel itt? Jamie-vel akarok beszélni. Az asztalánál van. Történt már valami köztetek? Nem. Nem is próbálkoztál még nála. Tudod, ez a rengeteg munka. Ugyan, állandóan rólad beszél. Komolyan? Na jó. Rendben, meglátjuk. Hé, Jamie! Alison! Szia, hogy vagy? Mi hozott erre az unalmas helyre? Gondoltam, meghívlak ebédre. Ó, sajnálom, nem érek rá. Kitalálom. A hattyúlova? Nem, ami azt illeti. Warren és én jelenleg mosolyszünetet tartunk. Nem tudom, hová tegyem, de azt hiszem, az nem lesz jó hely. Tudod, sohasem értettem, miért pazarolod rá az idődet. Próbálkozz valaki mással, például Corival. Ó, elnézést, Corival? Miért ne? Erre a Corira gondolsz? Igen, kivételesen egy rendes fiút is felcsíphetnél. Ó, ez egy egészen regényes ötlet. Gyere, meghívlak ebédre. Ó, Alison, nem lehet. Tényleg nem érek rá, sajnálom. Talán majd holnap. Rendben, holnap. Igen, holnap. Ugorj be, értem. Akkor holnap. Holnap, Becu! Kori? Dr. Givens? Ó, milyen kitartó. Elnézést, lehet, hogy... Találkoztunk már? Igen. De ön nem emlékezhet rá. Mit akar már megint? Bocsásson meg, azért kerestem meg, mert... Mert a komputer kidobta a nevemet egy olyan ügy kapcsán, aminek semmi értelme. Sajnos fogalmam sincs, mi ez az egész. Elég, ha én tudom. Ön nagyon intelligens, jó megfigyelő és kitartó. Ezért tudta elkapni Horovicot. Ó, lassan a teste! Belefáradtam a dolgok helyrehozásába. Egyébként is csak időkérdése volt, hogy megtaláljon. Mi a fenéről beszél? Segítsen nekem, Jamie Pratt! Honnan tudja a nevemet? Az nem számít! Ami számít, amit ön is tudni akar, hogy én öltem-e meg őket. Igen, én tettem. Én öltem meg mind a 20-at, és ezzel 83 nő életét mentettem meg. Még csak 5 éves volt. Időutazás. Megakadályozhatok egy bűncselekményt, mielőtt megtörténne. Ez valami ostoba tréfa. A magzat pretemporális lebenye létre tud hozni egy energiamezőt. Ez a mező egy kapu a múltba. Nézze magába. Valami megváltozott. Nem érzi? Mit kellene éreznem? Tudja, miért érdekeltem annyira az NSA-t? Azért, mert az időgépem kellett volna nekik. De én nem adtam ki a titkát. Előbb le akartam rendezni néhány dolgot. A napok olyanok, mint a gyöngyök, egy gyöngyfüzér. Minden gyöngy egy esemény. A múlt változatlannak, szilárdnak tűnik. De ha visszamegy a múltba, és megváltoztat egy eseményt, mindent azt követő gyöngyöt cseppfolyósít. Az egész füzér megváltozik. Nem tudom, miről beszél, de azt hiszem, ismertetnem kell a jogait. De van egy kis probléma. Az időutazó nem csak a megváltoztatott füzérre emlékszik, hanem az eredetire is. Valahányszor használom, a lehetőségek egy új világot csapódik a fejembe. És ezt már nem bírom sokáig. Legutóbb agyvérzést kaptam. Nem hiszem, hogy sok időm van hátra. De ön fiatal és erős. Folytathatná helyettem. Joga van hallgatni. Bármi, amit mond, felhasználható. Kívülről tudom az ékszer elmére. Ne legyen ilyen fafejű! El tudja képzelni, milyen az, ha olyasmi határozza meg az egész életét, amit nem tud feldolgozni? Valami, amit nem tud megváltoztatni?
Arra gondol, ami kislány korában történt önne? Még mindig nem tudok szembenézni vele. Mert félek a változástól. Nem tudom, milyen lenne az életem, ha megölném. Egyre csak halogattam. És végül kifutottam az időből. Meg kell tennem. Tegye le a pisztolyt! Dr. Givens, a saját érdekében tegye le a pisztolyt! Még ha lehetséges volna is, miért tenne bárki ilyesmit? Megölhetjük a gyilkosokat, mielőtt ölnének. Mi kivetni valót talál ebben? De ön ártatlan emberek megöléséről beszél, még nem csináltak semmit. De csináltak volna! Önnek meg kellene értenie. Akkor sem értem, mi közöm nekem ehhez? Egy másik időben sokkal több közünk volt egymáshoz. Dr. Givens, ön kezelésre szorul. Sajnálom, hogy így érzi. Október 28-a. Magával álmodom. Azt hittem 10 láb magas szarvakkal, agyarakkal. Nem tudom, mit akar, de rossz pasit választott, hölgyem. Segítsen! Nem lesz semmi baj, kedvesem. El tudja képzelni, mit művelt velem? Elrabolta az életemet! Egy pillanat! Hikadjon le! Nem akarom bántani ezt a kislányt. Sétálunk egy kicsit. De velem marad egy ideig, aztán szabadon engedem. Azt már nem! Állítsa le magát, különben most rögtön megölöm, világos? Húzzon innen a francba! Dobja el! Dobja el a pisztolyt! Dr. Givens, ön is dobja el! Nem tehetem még kárt! És ha a lány találja el? Ha nem ő, akkor majd én. Dobják el a pisztolyukat, vagy a lányjal megyek el, vagy megölöm! Ó, milyen igaza van! Teljesen igaza van, tök mindegy! Semmi nem segített rajtam. Drogterápia az olyan szörnyetegek megölése, mint maga. Komolyan mondom? Bármi jobb lenne ennél a fájdalomnál. Azt akarom, hogy vége legyen. Ne váltson, nem tettem semmi rosszat. Hunyd be a szemed, Teresa. Nem akarok meghalni. Nem jó valóra váltani az álmokat. Gyerünk! Dobják el! Utoljára mondom. Ön mennyire jó? A legjobb. Remélem is. Ne jöjjenek utánunk! Megértette, őrült suka! Dr. Givens, vissza! Vissza! Nem lesz semmi baj, kicsikém. Szálljon már le, mondom! Jól vagy? Nem esett bajod? Jól van, nem lesz semmi baj. Teresa, semmi baj. Ne add, hogy a múlt tönkre tegye a jövődet. Semmit sem értek. Nem baj, édesem, elég, ha én értem. Ne,
Ne gyere közelebb! Ne engedje! Menj haza! Küldje haza! Haza! Gyere! Menj haza! Menj haza! Szépen kérlek! Fogja ezt! Fordítsa el a gombot! Tényleg ön a legjobb. Elviszem orvoshoz. Nem. Vissza kell mennie, mielőtt késő lenne. Menjen. Menjen. Menjen már! Horovicot kivégezték. Csak a megváltoztatott fűzésre emlékszik, hanem az eredetire is. Elisson. Ez nem lehet igaz. Mi nem igaz? Semmi. Sajnálom. Azt hittem, Horovic halála segít valamit. Igen. De nem segített. Hát... bárcsak ismertem volna. Tényleg, sosem találkoztatok. Tetszettél volna neki. Gondolod? Igen. Biztos vagyok benne. Sőt, rávett volna, hogy elmenjek veled a hét szamurájra. Még szerezhetek jegyet, de azt hittem nem érdekel. Esetleg holnap este? Legjobb lesz, ha elfelejtem. Meg ne próbáld. Tudjátok képzelni, hogy tanúi lehettek Lincoln meggyilkolásának? Vagy Párizsban lehettek, amikor Lindbergh gépe landol? Vagy tudnánk a baseball döntő végeredményét még a meccs előtt? Én nem egészen erre gondoltam. Elnézést. Isten, ismerem önt. Ugye? Megcsinálta. Vagy nem? Ön az, ugye? Ön mentett meg. Megépítette, ugye? Micsodát? Az időgépet. Sajnálom, de nem. Egyelőre nem akarok beszélni róla. Engem nem érdekel, miért csinálta, önmagának vagy a kormánynak, de tudnom kell, hogy... megcsinálta-e. Mm.
Maga Jerome Horowitz? Igen, úgy hívnak, mit akar? Az elmúlt napok olyanok, mint egy gyöngyfüzér. Szakadatlanok és változatlanok. De ha meg tudnánk változtatni a múltat, mi magunk is megváltoznánk.